Ugrálóvár, óriás buborék a medencében, henna festés, csillámtetoválás és még többféle játék közül választhattak a gyermekek 2019-ben a Paks 2 ZRT családi napján az Ürgemezei strandon. A létesítményben a különféle rendezvények közben egész nyáron csobbanhattak a hűsölni vágyok, de aki a nyugodt olvasást választotta, az is megtalálta a számításait a strandkönyvtárban. Nagyon jó ötlet, a gyerekek találkoznak a könyvekkel, akivel esetleg otthon a szülő nem olvasgat, annyit nem foglalkozik, az itt is találkozhat velük, megismerheti őket. Tavaly több mint 32 ezer látogatót fogadott a strand, hasonló szezonra készültek valószínűleg az üzemeltetők, a koronavírus járvány azonban 2020-ban közbeszólt. Rossz hírt kell sajnos közölnöm. Nem nyit ki idén az Ürgemezei strand, jelentette be sajtótájékoztatóján Szabó Péter. Paks polgármestere hozzátette, a járvány miatt szinte biztosan zárva maradnak a kapuk június 1-től. Azzal kell számolni elsősorban, hogy egész nyáron nem lesz nyitva, tehát a legrosszabbra készülünk. Paks polgármestere arról is beszélt, hogy a strand üzemeltetésének költségeit a 2020-as költségvetési rendelet módosításának részeként a különleges jogrendben, saját hatáskörben hozott döntéssel átcsoportosította. A kormányrendelet értelmében a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadő nem illeti meg. Ugye erről már beszéltünk, hogy ez 81 millió forintot jelent a város számára, ezt az összeget pedig ugye bevétel kiesésként kell kezelni, de már pótoltuk felhalmozási céltartalékról, a strand üzemeltetésről. Paks polgármestere hozzátette, folyamatosan tájékozódnak a járványügyi helyzetről, fokozatos javulás esetén, akár a nyár közepén is fontolóra veszik a strand megnyitását.